Vadárdalos Kert természetbarátok boltjában a kombinált dolmányos varjú csapda működését és használatát fogom bemutatni. Az első felhasználók munkájának a megkönnyítése érdekében. Először bemutatom a csapdát. A csapda az tulajdonképpen 4 darab 80 centis fogó összeépítéséből áll, és középen a csali elhelyezésére szolgáló rés, ahova fészket kell berakni. A csapdának a fogói az tulajdonképpen új megoldással vannak megcsinálva, a 45 fokos ajtók zárása helyett már függőleges zárás van, és azért hívjuk kombináltnak, mert a Larsen csapdából bevált alulról fölfelé működő rugós szerkezetű ajtók vannak benne, kettő, és kettő olyan, ami a klasszikus nyest, illetve róka csapdánál is található. Ezzel is a fogási esélyeket növeltük meg, azt hiszem elég jól. Akkor bemutatom, hogy körülbelül a csapdával mit kell csinálni. Az első megoldás, vagyis hát az első lépés, az az, hogy egy kis komposztból, vagy hűből, ami itt a körzetben van, teszünk bele egy fészekanyagszerűséget, körülbelül így, és csinálunk egy ránézésre olyan jobb képű fészket, és tyúktojást fogunk belehelyezni. Így körülbelül úgy nézzen ki, mint egy madárfészek. Ezek szoktak a leginkább beválni dolmányos varjú csapdázásnál. Jó képű fészek, bezárjuk a felső részt. Így majd a csapdákon keresztül fognak tudni a legközelebb jutni a tojásokhoz. Tehát valamilyen szinten a csapda működésének ez is az elve, hogy megpróbál a madár bemenni a fészekhez, de nem tud. És ha rászáll a tetejére, innen lesz a legtávolabb, és a csapda oldalaktól mindig közelebb lesz, de ahhoz be kell, hogy menjen. Akkor először a rugós ajtókat élesítem. Ez, ami a Larsen csapdából lett kinyerve, gondolat, vagy ötlet. Ez ugyanaz a működési elv, berakunk két fát, és gyakorlatilag, amikor a madár belép, vagy beugrik, és akar ugye közelíteni, akkor fog a rúgós ajtó felcsapódni. De ez úgy működik, most ez a gömbtájoló lesz a dolmányos varjú, úgy működik, hogy a madarat meg is billenti abba az irányba, de sérülést nem okoz rajta, mert sehol nincsenek kiálló drótvégződések, tehát egy teljesen madárbarát fogóeszköz. Tehát a rúgós ajtónak ez a működési elve, és ez egy jó nehéz tájoló, viszont azért a varjú ennél könnyebb, bár ez annyira nem látszik, de nagyon súlyos. És általában kisebb testű madarakat picit meg is löki az ajtó, úgyhogy erre a belső részre kerüljenek. És akkor bemutatnám a másik két ajtónak a működését. Ezt így nyugodtan mozgathatjuk, a fészek az teljesen fixen marad. Ennél arra kell figyelni, hogy az ajtót most egy ilyen vas szerkezet zárja le, ami ilyen rácsos sinen fut. Ez látszik, hogy amikor leesik az ajtó, akkor lezár, leesik, és ezáltal minél inkább feszíti belülről az ajtót, hogy tolja, onnál inkább lejjebb megy és ráfeszül. Viszont itt van egy pedál, és a pedál, mikor a madár elép a pedálra, besétál, akkor hozza aktív működésbe ezt a csapdát, vagy ezt a fogó részt. Viszont arra figyelni kell, hogy amikor ezt az ajtót beélesítjük, akkor a pedálnak a csapórúdja az mindenképpen a biztosító mögé kerüljön. Most ezt beállítom még egyszer, mert kiakadt, így. Tehát itt látszik, hogy ahogy hozom a csapot a pedálnak a rúdját, emögé vonalban, emögé a rúd mögé kerüljön, mert ugye ezt lehetne ide is tenni, ide is. És akkor körülbelül ez a szög, ami megfelelő. Ha nagyobb szöget állítunk, akkor
kisebb, például nyest is bele szokott menni, de az elsétál alatta. Ez a méret már kisebb rókának azért megfelelő, mert az ajtó máshogy csukódik, ha bemegy félig és rálép, akkor felég bőti a rókát. Róka nagyobb belefér, de nagyobb rókát nem fog megfogni, viszont a madarakat igen jól fogja. Hát tudom, mutatom, hogy körülbelül ez, hogy nézi, ahogy rálép, akkor zár az ajtó, és akkor ugye nem tudja belülből kitolni. Hát nagyjából ennyit a telepítésről. Tehát akkor felállítjuk a két Larsen ellen működő rugós ajtajú csapdát, vagy fogóeszközt. Ezek dupla rugósak, hogy gyorsabban záródjanak, illetve a kettő billenő ajtót. A telepítésről annyit, hogy vegetációs időben betehetjük nyugodtan búzába, repcébe, gyakorlatilag bármilyen kultúrába. Egyébként meg gazosba szoktuk telepíteni, akkor nagyjából földi madaraknak is elő szokott fordulni fészket. A dolmányos varjú csapdázásánál is a fészkedési időben történő csapdázást azt mellőzzük természetesen, mert elsősorban azért ennek az eszköznek is a lényege, hogy természetvédelmi szempontból